Szívünk napja második alkalommal rendezte meg baráti találkozóját a Moson-Magyaróvári Szívegyesület. Ars Sacra Fesztivál idén is csatlakozik a Fehérló Közösségi Ház az országos programokhoz. Értéknapot szerveztek Halászin, a helyiek mellett megyei értékek is bemutatkoztak. Köszöntöm Önöket, a Moson-Magyaróvár TV híradóját látják. Második alkalommal rendezte meg baráti találkozóját a Moson-Magyaróvári Szívegyesület a Szív Világnapja alkalmából. A találkozón a Balatonfüredi és a Székesfehérvári Szív Egyesületek tagjai is részt vettek. A rendezvény célja ezúttal is a kapcsolatok ápolása és a tapasztalatcsere volt. A Bágertónál gyűltek össze a Moson-Magyaróvári, a Balatonfüredi és a Székesfehérvári Szívegyesület tagjai. A Moson-Magyaróvári Szívegyesület második alkalommal tartotta baráti találkozóját szeptember 13-án. A Szívünk Napja elnevezésű találkozóval a Szívvilágnapjára igyekeznek felhívni a figyelmet, amit 2000 óta minden év szeptemberében tartanak. Emellett azonban más fontos célja is van a baráti találkozónak. Azért tartjuk fontosnak a baráti találkozókat, mert ilyenkor sok mindent meg tudunk osztani egymással, szakmai tapasztalatokat a klubok működéséről, átveszünk jó gyakorlatokat egymástól, erősödnek az emberi kapcsolatok, és természetesen a városok közti kapcsolatok is. A baráti találkozón Kocsis Julianna mellett a vendégeket köszöntötte Iváncsics János alpolgármester is, aki elmondta, a Bágertó egy tökéletes helyszíne a rendezvénynek, hiszen a természet közelsége mellett egy meghatározó sportközpontja a városnak. Itt egy olyan kis sportrekreációs központ alakult ki, amit nagyon-nagyon szeretnek a városban. Akár aki futni szeretne, vagy sétálni ezen a pályán itt körbe a tó körül 1 kilométer hosszban, akár ha valamelyik labdajátékot szeretné űzni, akkor arra is van itt lehetőség. A Balatonfüredi Szívegyesület tagjai már a tavalyi rendezvényen is örömmel vettek részt. Az egyesület hosszú hagyományokra tekint vissza, idén pedig fennállásuknak 25. évét ünneplik. 14 taggal indultunk, és ma 108 tagunk van. Heti 2 alkalommal szoktunk találkozni, tornatermi, tornafoglalkozások vannak, vízalatti tornák, nordic walking foglalkozások és túrákat szervezünk. A baráti találkozóra a Székesfehérvári Egyesület tagjai is eljöttek. A múltkori találkozóból kiindulva ugyanígy ezzel a létszámmal meg tudtunk jelenni. Ugye idén hát szerencsére meg tudtuk tartani Székesfehérváron az országos találkozót minden probléma nélkül, és úgy gondoljuk, hogy ez a regionális találkozó, amit a Moson-Magyaróváriak kitaláltak, úgymond, ez nagyon tetszik nekünk. A Szívünk Napja programon a megnyitó után a tagok körbesétálták a Bágertó körüli futópályát, amivel a napi rendszeres gyaloglásra szerették volna felhívni a figyelmet. Majd különböző egészségügyi méréseken vehettek részt a vendégek, a vérnyomás és vércukorszintmérés mellett volt szemvizsgálat is. A programokkal a Moson-Magyaróvári Szívegyesület a szív- és érrendszeri betegségek megelőzhetőségére igyekszik felhívni a figyelmet, hiszen a betegségek jelentős része egészségesebb életmóddal, valamint rendszeres szűrővizsgálatokkal megelőzhetők. Idén már 16. alkalommal csatlakozik az országos Ars Sacra Fesztiválhoz a Fehérló Közösségi Ház. Szeptember 17-e és 25-e között a hagyományos programokkal, de újdonságokkal is várják az érdeklődőket. Úgy szeressétek egymást, ahogy én szeretlek titeket. Ezzel a mottóval szervezik meg az idei évben az Országos Ars Sacra Fesztivált. A programok szeptember 17-e és 25-e között zajlanak országszerte. Ehhez csatlakozik, idén már 16. alkalommal, a Fehérló Közösségi Ház, ahova elsőként szeptember 17-én szombaton 18 órától várják az érdeklődőket. Ártomozival szeretnénk kezdeni a programsorozatot. Ezzel szeretnénk egy picit felhívni a figyelmet arra, hogy ez az Ártmozi, ez itt működik nálunk a Fehérlóban, a Művészet Templomai sorozat keretében neves alkotók, festők, szobrászok életéről, munkásságáról, egy-egy művészeti irányról lehet megnézni filmeket. És most az Ars Sacra Fesztivál keretében ez egy ingyenes vetítés lesz, úgyhogy érdemes annak is eljönni, aki még sosem volt egy ilyen programon, hát ha itt ragad és tetszik neki. És az első film címe A húsvét a képzőművészetben.
Szeptember 18-án vasárnap 17 órától aztán a hagyományos ünnepi műsorra várják az érdeklődőket, ahol beszédet mond Farkas István piarista, de fellépnek többek közt a Hildegárd óvoda óvisai, az Anlertáns csoport, valamint a Mosonyi Mihály Zeneiskola növendékei is. Az ünnepi műsort követően aztán fotókiállítást nyitnak meg a Fehérló Közösségi Házban, a Moson-Magyaróvári Fotóegyesület tagjainak munkáiból. A Közösségi Házban a programok szeptember 25-én, vasárnap 16 órakor zárulnak. Hagyományosan havonta egyszer családi napra várjuk a kicsiket, nagyokat, játékkal, alkotással, mozival. Most az alkotás természetesen az angyalkát, illetve a kedves világot idézi fel, tehát lehet rajzolni, színezni őrangyalkákat, meg mindenféle kedves figurákat, és a moziban pedig idén sikerült megszerezni nagyon régi, nagyon-nagyon szép Egyiptom hercege című filmet. Az idei évben is megszervezik a hagyományos kórus hangversenyt a Mosoni Nepomuki Szent János plébánia templomban szeptember 24-én szombaton 19 órakor. Fellépő kórusok többi közt az evangélikus kórus, a Halmos László énekegyüttes, vagy éppen a Lajta László vegyeskar. Az Árszákra Fesztivál programjai ingyenesen látogatható. Negyedik alkalommal várta az érdeklődőket a Halászi Hagyományőrző Egyesület az egykori iskolába értéknapra. Az idei évben nem csak a helyi, de a megye értékei is bemutatkoztak, így például a hövei csipke, a felpécit tájház, valamint a magyar szabjavívás. Teknő, kisszékek és kisasztal, de zsákokból készült ülőalkalmatosságok is helyet kaptak ebben a népi játszóházban. Többi között ezzel várták a kisebbeket Halászin, ahol negyedik alkalommal szerveztek értéknapot szeptember 10-én. Az értéknapot hivatalosan Pető Péter nyitotta meg szombat délután, aki elmondta, Halászin számos egyedi hagyomány és kultúrkincs van, amik igazi közösségi értékek. Én azt gondolom, hogy ennek a napnak a legfontosabb mondani valója, hogy értékőrző közösségekre van szükség, mert ezek az értékőrző közösségek tudnak további a jelenünkben már hasznosítható értékeket teremteni, és ebből tovább építeni a jövőnek, ahogy ezt a Megyei Értéktárbizottság elmondata, az a Széchenyi elmondat mondja, hogy tiszteld a múltat, hogy értesd a jelent és munkálkodhass a jövőn. A megnyitót követően aztán a régi iskola területét birtokukba vették a vendégek. A gyerekeket idén is menetlevéllel és állomásokkal várták, amik során megismerkedhettek a hagyományokkal. Ilyen volt többi között a nemezelés, a kavicsfestés, de volt bábelőadás is, vagy éppen memória játék. Az idei évben a helyi értékek mellett a megyei értékek is megjelentek, ilyen volt többi között a felpéci tájház története és működése, vagy a magyar szabjavívás. Fehér anyag, fehér fonal, sorban készültek a hímzések az értéknapon, ahol a 170 éves hagyományokkal rendelkező hövei csipkét is bemutatták. Nyikos Gáspárné Horváth Borbára nevéhez köthető, aki libapásztorkodásból hazatérve hozta höveire a csipkének a tudományát, ekkor még hövei fehér hímzést készítettek, ez egészült ki a pókozással. A pókozás adja a höveinek a különlegességét, ez igazából a lyukak készítésétől és azoknak a bekötését takarja, tehát ugyanúgy, ahogy a pókok szövik a hálójukat, ugyanúgy készül a hövei csipke, ugyanúgy apró kis huroköltésekkel töltik ki a lyukakat a hövei lányok és asszonyok. A most már hagyománnyá vált értéknap célja, hogy a Halászi Hagyományőrző Egyesület 30 éves fennállása alatt megismert értékek a jövőkor számára is fennmaradjanak, valamint a fiatalokkal is megismertessék azokat. Az egyik értékünk a csingislovas felvonulás, ami a búcsúhoz kapcsolódik, hogy ennek a díszkészítését mindenki kezdje el és tegye hozzá a maga kis fűzérét, ami majd felkerül a lovakra a búcsúkor. Tehát ez a rendezvénynek egy nagyon fontos alappillére, hogy ne csak megnézzük az értékeinket, hanem valamit tegyünk is érte. Az értéknapon az előadások, kézműves foglalkozások, valamint interaktív feladatok mellett többi között a helyi termelők is bemutatkoztak. Első alkalommal szervezi meg a Széchenyi István Egyetem az Ökopiknik és Zöld Gazdasági Konferenciát szeptember 16-án és 17-én Moson-Magyaróváron. A kétnapos konferencián olyan neves előadókkal is találkozhatnak az érdeklődők, mint dr. Rajsz Anikó, környezetügyért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkár, Eke Angéla színésznő vagy Borbás Marcsi műsorvezető, író, gasztrokalandor.
A konferencia első napján a résztvevők és az érdeklődők szakmai, tudományos szempontból elemzik a fenntarthatóság kapcsán jelentkező legfontosabb kihívásokat. A konferencia második napjára már a lakosságot is várják, ahol a résztvevőknek zöld influencerek és az adott tématerület szakemberei bevonásával lesz lehetőségük aktuális környezetvédelmi kérdésekről beszélgetni. A programok mindkét nap délelőtt 10 órakor kezdődnek az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári kar területén. Információk megtalálhatók az egyetem honlapján és közösségi oldalán. Az érdet fogadta az NB1 harmadik fordulójában a Madarszom Mosonmagyaróvár szerdán az UFM arénában. Az eredetileg kijelölt játékvezetők forgalmi akadályoztatása miatt új bírópárossal és 40 perces késéssel kezdődött el a találkozó, olvasható az MKC oldalán. A mérkőzés elején a vendégek vették át a vezetést, amit aztán a 16. percben sikerült megfordítania az MKC-nek. A második félidő első 5 percében 10 gólos előnyt szerzett a Mosonmagyaróvár, amit sikerült is tartani a meccs végéig. A mérkőzés végeredménye 35-24 lett a Madarszom Mosonmagyaróvár javára. Röviden a pénteki időjárásról. A nap első felében több felé kisüt a nap, délutántól azonban megnövekszik a felhőzet, egyre több felé kell esőre számítani. Élénk lesz a szél, amit erős lökések kísérhetnek. Napközben 19 fokot mérhetünk majd. Kedves nézőink, Önök híradónkat látták. Mai hírhátterünk vendége Fekete Csaba, a János Somorja Rascals elnöke, akivel Segesvári Zsolt beszélget. Ezután a forgó színpad következik. Friss hírekkel legközelebb pénteken 19 órakor várjuk Önöket. Tartsanak velünk a továbbiakban is, viszontlátásra!